az a gödör. Felismertem már és meg is bántam a híváim, hiszem, hogy odabent meghallgatják az imáim. Úszom az árral és hiába látom messze a part. Az előadás a cirkusz és a színművészet határmesdjéjén egyensúlyozva szóban, énekben és mozgásban szólt az egymásra találásról, a szerelemről, az összetartozásról. Igazából szerintem maga a téma, hogy férfi és nő, ez egy állandó, bizsergető téma szerintem, ami megunhatatlan és kimeríthetetlen. És talán szerintem pont ezért gondoltuk azt mi, hogy foglalkozni kéne ezzel a témával, illetve azért is gondoltuk, hogy valószínűleg a közönség is kapható lesz erre a témára. A Radnóti Miklós szerelmi ciklusára épülő produkcióban a színészek versben és dalban meséltek a férfi és a nő között lévő sokoldalú kapcsolatról. Adott volt a Radnótinak a szerelmi ciklusa, amit alapul vettünk, és ehhez válogattuk a dalokat. Nagyon jó kezekben voltak a dalok, tehát hogy amit mi szerettünk volna, azt mind a hegedű és a zongora művészünk Rázga Áron és Séfer Szilveszter a sajátunká alakítottak át. A produkció második részében teljesen a cirkusz világa tárult a nézők szem elé, zsonglőrökkel és artista művészekkel. Főleg a témáink az a párkapcsolat és a szerelem, vagy éppen a gyűlölködés és a konfliktusok a párkapcsolatban, úgyhogy egyelőre ezt a vonalat visszük, és így belerakjuk a színpadon a házasságunkat és a kapcsolatunkat. Természetesen igen. A táncművészi tudásokat, tehát igen. Egyre jobban összefonódik a cirkuszművészet és a táncművészet. A látványos produkciókat hosszú perceken át tartó vastapssal jutalmazta a közönség.